Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Először megnézzük az ő gondolatait, ami középen látható itt felül és alul. Ha te egy hölgy vagy, akkor te jelensz meg a gondolataiban és a szerelem. Ez a férfi nagyon sokat gondol rád, és szeret téged. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. A horgony azt jelenti, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete, ahol le tud horgonyozni. És itt a kulcs jelenti azt, hogy ebben ő biztos. A virágcsokor az jelenti a te szépségedet, vagy egy szép környezetet. Jól érzi magát veled együtt, jól érzi magát a környezetedben. A horgony az jelenthet munkát, hivatást is, és akkor a kulcs, hogy lezár valamit, de lesz egy munkahelyi változás, egy új kezdet, és a virágcsokor az lehet egy kreatív tevékenység, vagy egy jó munkahelyi ajánlat. Mit fog tenni? Az itt jobb oldalon látható. A ház jelentheti a te otthonodat, hogy ő útban van hozzád, meg akar látogatni téged. Itt megvan a távolság, de a remény is, hogy jönni fog. A hajó jelenthet utazást is, vagy egy ingatlan bérletét, vásárlását külföldön. A könyvek jelenthetik a tudást, a továbbképzést, de még az ő zárkózottságát, vagy a titkokat is. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák, ami téged illet, ha te egy hölgy vagy, illetve az ő gondolatait. Itt megjelenik a szív újra, tehát ez a férfi tényleg nagyon-nagyon szeret téged. És ő ebben biztos, hiszen ez tudatos számára. A szív. Itt van a hajó, ugyanúgy, mint itt. Ez jelenti a reményt, hogy minden jóra fordul a szerelmi élet területén, vagy lehet egy utazás is. A horgony. A horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol ő le tud horgonyozni. Viszont itt vannak az egerek, és a kártyavetésnél úgy mondjuk, ott, ahol az egerek megjelennek, eltávolítanak valamit, és akkor az nincs ott. Az egerek el tudják távolítani ezt az érzést, a biztonság érzetét, és akkor az azt jelenti, hogy néha úgy érzi, hogy elveszíti a talajt a lába alól. A horgony az jelentheti a munkát, a hivatást is, és az egerek jelentik a veszteséget. Tehát lehet egy munkahelyi változás. A virágcsokor. Itt kisüt a nap, láthatóvá teszi a te szépségedet, ő látni akar téged. Itt vannak sikerek, ha itt egy kreatív tevékenységről van szó. És a kulcs. Itt valami lezárul, a kulccsal lezár valamit, de miután ez lezárult, kinyílik egy új ajtó, a nap megvilágítja ezeket a lehetőségeket. És a ház. Itt a ház körül megjelenik a hamisság. Ez lehet egy gonosz személy, vagy valaki, aki kíváncsi, figyelgeti az otthonodat, tudni akarja, hogy hogyan élsz, mindent látni akar. Az is lehet, hogy valaki közeledik hozzád, de légy óvatos,
mert itt egy hamis személyről van szó. Ez nem ez a férfi, ez valaki más. Ez lehet valaki a rokonságból, lehetnek a szomszédok, vagy egy hamis barátság. És a hajó itt a kereszt jelenti a döntéseket, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és gondolkoztuk azon, hogyan tovább, milyen irányba jelenti a változásokat. És itt van a mozgás, az utazás, a könyvek. Itt újra megjelenik a kulcs, ugyanúgy, mint itt, ami lezár valamit, vagy jelenti a zárkózottságát, de egy kulccsal ki lehet nyitni valamit. Egy új lehetőség, vagy jelenti a nyitottságát, ami itt is látható, hiszen a nap az tényleg a valóságot mutatja, megvilágít valamit, jelenti a nyitottságot. Az ő jelenlegi helyzete. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ugyanúgy, mint a horgony, lehorgonyozni, legyökerezni. Ez fontos számára. A fa jelenti az egészségügyi témákat is. És a te jelenlegi helyzeted. Itt a gyermek jelenteti a gyermekeket, vagy a te fiatalos kisugárzásodat, de lehet itt egy új irány, egy új kezdet is. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.